Na jó, most őszinte leszek. Nem bírom a horrort. Se a játékokat, se a filmeket. A szerkesztőséggel egyetértettünk abban, hogy ez tarthatatlan állapot, úgyhogy összeszedtek nekem 10 játékot, amit ki kell próbálnom, hogy valahogy túltegyem magamat ezen. Én arra gondoltam, hogy első körben csak simán utána nézek, hogy mit kell róluk tudni, és utána sorban majd végigmegyek rajtuk. Úgyhogy nézzük, mi ez a 10 horrorjáték, amit mindenképp ki kell próbálnod, ha tetszik a műfaj, vagy ha csak ismerkedni akarsz vele. Kezdjük azzal, amit legalább egy kicsit vágok. A Resident Evil széria legújabb része, ha a remastered verziókat nem számoljuk, visszatér a franchise igazi horror gyökereihez, miután a 6. rész inkább akciójáték volt, semmint horror. Ebben a szűkrefogott sztoriban megint egyetlen házat járunk körül, mint a legelső játékban. Ethan Winters a feleségét keresi, akit 2014 óta halottnak hittek, és meg is találja a Baker ültetvény pincéjében. Mint kiderül, megfertőzte valami szörnyű zombi vírus, ráadásul nem csak őt, hanem az egész itt élő családot is. Ethant irányítva kell elmenekülnünk a mindenféle zombik elől, és meg kell szereznünk a szérumot, hogy meggyógyíthassuk őket. A Fear-t elsősorban azért szokták éltetni, mert zseniálisan tudta vegyíteni a horror elemeket az FPS-ek játékmenetével. Felületes szemlélőként elsőre igazából nem is feltétlenül lehet érteni, mi ebben a horror, hiszen sima lövöldének tűnik. Ahogy haladunk előre a sztoriban, úgy viszont egyre több és több horror elem jön elő, és igazán hátborzongatóvá teszi a hangulatot. A Fear-ben egy speciális alakulat katonájaként kell megállítanunk egy telepatikus képességekkel felruházott szuperkatonát. Ez az illető megtagadta a parancsot és ki akarja szabadítani Almát, az édesanyját. A főszereplőnket folyamatos hallucinációk kínozzák, ami 10 évesként felbukkanó Almával kapcsolatban, és ezek teremtik meg a tökéletes horror atmoszférát. Na jó, ezt eléggé várom, hogy végigvigyem. Oké, még egy klasszikus, amit kötelező bepótolni. Nem mondom, hogy semmi tapasztalatom a Silent Hill játékokkal, de hát ugye nem bírom nagyon a horrort, úgyhogy bármennyire is akartam, eddig nem tudtam mélyre merülni benne. A klasszikus első játék gyakorlatilag újra teremtette a horror játékokat 1999-ben. A Keiichiro Toyama fejéből kipattanó játék egy sajátosan elborult pszichológiai horror, melyben a főszereplő Harry Mason a lányát keresi egy amerikai kisvárosban. A városban lévő szekta ősi istenségek megidézésén dolgozik, és játékosként ezeket a titkokat kell felderítenünk, miközben az egész város próbára teszi az elménket. Annak idején, amikor ez a játék megjelent, azonnal ugrottam, hogy kipróbáljam, és aztán nagyjából az első jumpscare után kiléptem és letöröltem az egészet. Pedig amúgy tudom, hogy mennyire zseniális újdonságokat hozott a horrorjátékok műfajába. Azzal, hogy semmi látható UI nincs a képernyőn, még jobban belehúz minket a játék világába, és épp ezért annyira félelmetes. Oké, ígérem, ennek adok még egy esélyt, és végigkövetem, vagyis irányítom Isaac-et az Ishimurán, hogy kiderítsem a nekromorfok rejtélyét. Amikor azt mondtam, hogy nem bírom annyira a horror filmeket, akkor igazából nem voltam 100%-ig őszinte. Az eredeti első Alien filmet például pont imádtam. Az kb. Az egyetlen olyan igazi horror film, amit kifejezetten szerettem és végig tudtam ülni. Na most, az Alien Isolation pont ennek a hangulatát adja vissza, nem pedig a későbbi részek akciódúsabb higított Alien érzetét. Az első filmből megismert Ripley lányát, Amandát irányíthatjuk, aki egy űrállomásról próbálja meg visszaszerezni a Nostromo fekete dobozát. A Szevasztopol állomáson elszabadult egy alien, úgyhogy őt kell elkerülnünk. Kapunk minimál fegyvereket is a játékban, de a fókusz elsősorban a menekülésen és a túlélésen van. Az alien mégiscsak egy szinte legyőzhetetlen szuperlény. Szóval baromira átélhetjük ugyanazt a rettegést, amit az első film adott, és ráadásul a látvány is gyönyörűen idézi az eredeti 79-es film díszletét. Az Outlast-ben baromi érdekes gameplay koncepcióval találkozunk. A játékban egy újságírót, Miles Upshurt irányítjuk, aki egy névtelen e-mail javaslatára meglátogatja a Mount Massive elmegyógyintézetet. Kiderül, hogy a gondozottak elszabadultak, lemészároltak mindenkit, és most a főszereplőnknek ki kell menekülni az intézetből, mielőtt őt is kinyírják. De az érdekesség az egészben az, hogy éjszaka van és tök sötét. Szerencsére újságíróként van nálunk kamera, úgyhogy ezen keresztül használhatjuk az éjjellátót. Ez viszont meríti az aksit, ezért folyamatosan elemeket kell találnunk. Baromi ijesztőnek hangzik, mondanám, hogy várom, hogy kipróbáljam. Na viszont ennek a sztoria nagyon érdekel. Itt gyakorlatilag mi vagyunk kvázi az őrültek.
Egy festőt játszunk, aki meg akarja festeni élete főművét, de közben folyamatos hallucinációk kínoznak minket a múltunkról. Miközben újraéljük ezeket a tragikus emlékeket, a döntéseink ráadásul különböző befejezésekhez vezetnek el minket. Persze csak akkor, ha bírjuk annyira az egészet, hogy tényleg végig is játsszuk. Ez a játék, ahogy a címe is mutatja, egy elme teljes őrületbe való süllyedését mutatja be. Az év 1839, és teljes amnéziával ébredünk egy kastélyban. Mint kiderül, saját magunk töröltük ki az emlékeinket, és arra kérjük magunkat, hogy öljük meg a kastély urát. Az egész játékban nincs semmilyen harci lehetőség, végig mindenféle feladványokat kell megoldanunk, hogy megtaláljuk a célpontunkat, közben pedig emlékfoszlányokból és cetlikből tudjuk meg, hogy mi is történt. Az egész sztorit egy furcsa gömb indította el, amit egy szaharai sírban találtak. Ez hívta életre azt a furcsa árnyat, ami követi a főhősünket, és az egész kastélyt megrontja az undorító, savas, undormányával. Elég creepynek néz ki ez az egész, de érdekesnek hangzik a sztori, remélem bírni fogom. Ez a játék ismerős lehet, ha követitek a The VR videóit, hiszen Pisti is tolta, és az egyik legnépszerűbb videójuk mind a mai napig. Ja, igen, ez egy VR játék. De most rengeteg horrorjáték úgyis félelmetes, ha csak egy monitor van előtted és azon keresztül nézed. El sem tudom képzelni, mennyire para lehet az egész, ha konkrétan az egész látóteremet kitölti a játék. Az egyik első igazán szép PR játék volt, és rengetegen dicsérték azért, mert a korábbi horrorjátékoknál még jobban beszippantja a játékost, hogy tényleg belső nézetből élhesse át a szellemek lakta kastély felfedezését. Ezt azt hiszem csak úgy fogom játszani, hogy valaki van mellettem és bízta. Tuti nem merném egyedül kipróbálni. Na ezt ajánlották, de az az igazság, hogy ahogy utána jártam, úgy néz ki, hivatalos forrásból már nem beszerezhető az eredeti játék. Szóval a sztori, ha valaki nem ismerné, Hideo Kojima még annak idején a Konamitól megkapta a következő Silent Hill játék fejlesztését, ami egész egyszerűen Silent Hills néven futott. El is kezdődött a fejlesztést, a főszereplő Norman Reedus szerezték meg, és még a zseniális rendező Guillermo del Toro is beszállt a projektbe. 2014. augusztusában a PlayStation Store-ban megjelent egy játék PT néven, amit egy teljesen ismeretlen 7780 stúdió jegyzett, és a Konami adta ki. Később kiderült, hogy ez a zseniális látványú és hangulatú horror bizony a majdan érkező Silent Hills játszható teasere, innen is a név, PT Playable Teaser. A játék igazából csak egy rövid demo, de már ez is annyira megfogta az embereket, hogy mindenki odáig volt meg vissza, hogy mihez kezd majd Kojima a Silent Hill franchise-zal. A játékban ugyanazon a folyosón megyünk végig újra meg újra, amikor elérünk a végére és kinyitjuk az ajtót, megint az elején találjuk magunkat. Közben a szoba folyamatosan átrendezi magát, és bizarabbnál bizarabb, hátborzongatónál hátborzongatóbb dolgok történnek. Végül amúgy hiába volt a nagy hype, hiába a várakozás, elkaszálták a játékot, Kojima teljesen elköszönt a Konamitól, és ezen a ponton kezdett el szinte ugyanazzal a stábbal a Death Stranding-en dolgozni. A PT-t 2015 áprilisában le is szedték a PlayStation Store-ból, és azóta nem is lehet elérni. Több próbálkozás is volt arra, hogy visszahozzák, fejlesztők újra dolgozták a játékot PC-re, VR támogatással, ám minden verzió újra és újra eltűnt az internetről, és semmi nyomuk nem maradt. Mindegyik ugyanarra a szörnyű sorsra jutott. A Konami jogi osztálya fogta és letiltotta a picsába az összeset. Szóval még keringenek itt-ott példányok belőle, és elvileg ha letöltötted, akkor lehet vele játszani. Ha valaki tud segíteni abban, hogyan próbáljam ezt ki, és érjen végre el a szívinfarktus, akkor írja meg nekem kommentben. Szóval ez lenne a felhozatal. Most, hogy így jobban beleástam magam, nagyon érdekelne mindegyik játék, de hát azért őszinte leszek, be vagyok szarva kicsit. Ha sikerül elkezdenem, értesítek majd mindenkit a fejleményekről. Ha eltűnnék, akkor valószínűleg valami szörnyű végért ezzel kapcsolatban. Ha tetszett a videó, dobd felénk egy lájkot és iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a további összeállításainkról sem.